Kedves Bogdán János, mikor és hol találkozott először a csillagászattal, az űrkutatással, úgyhogy az már önt is érintette? Hát igazából én egy olyan időszakban találkoztam az űrkutatással, amikor az MSKI, az én Mérési és Számítási Technikai Kutatóintézet, az gyakorlatilag megszűnt létezni. És akkor én átmentem a Részecske és Magfizikai Kutatóintézetben dolgozni, és akkor hát ők örültek neki, mert elég kevesen volt, tehát ez egy űrtechnikai csoport volt, és folyamatban voltak náluk komoly űrprogramok, amikor is hát különböző üstökösökre próbáltak leszállni, és a leszállt járműveknek az elektronikáját is csinálták, illetve ezeknek az elektronikáknak a tesztelésében vettem én csak részt. Ezt Németországban folyt, ez egy ESA, European Space Agency program volt, és én ezeknek a leszálló egységeknek a bemérésében vettem részt. Kint Németországban, egyrészt Lindauban, másrészt Kölnben. És hát itt találkoztam az űrkutatással, és örültem neki, mert tulajdonképpen ez egy olyan terület volt, amiben hát eléggé világszínvonalú tevékenység folyt, és jól éreztem magam, meg a kollégák, a munkatársak is szimpatikusak voltak. Az, hogy ez a leszálló egység, ez az űrbe száll le, ez sokkal keményebb követelményeket jelentett műszakilag? Egy ilyen leszálló egységnek nagyon sokat kell tudnia, magára van hagyva, miután leszállt. Először is le kell tudni szállni. Egy ilyen leszállás az úgy történik, hogy van egy fő egység, az volt a Rosetta. És ennek van egy, illetve volt egy leszálló egysége, úgy hívták, hogy Filé. Ezek ilyen régi görög elnevezések. És ez a Filé, ez úgy tudott leszállni, hogy egy olyan szerencsétlen helyen, ahol viszonylag kevés megvilágítást kapott. És akkor egy ideig még működött, de aztán fölmondta a szolgálatot. És ez a Csúrjumon meg a Gerasimenko, ez volt a két a szovjet tudós, akik felfedezték ezt az üstököst, és ezért ez volt a neve az üstökösnek. Ez mindesetre érdekes volt, és én örültem, hogy részt vehettem ebben a programban. 1937-ben született Budapesten. Milyen emlékei vannak a háborús Budapestről, és milyen gyerekkora volt? Nincs olyan sok emlékem, mert elég rég volt, sajnálatos módon, de hát elég kellemetlen dolgok voltak a háborús történések. És hova járt aztán középiskolába? Milyen volt már a kamaszkora, amikor itt már a békés idők voltak? Hát apám keresett helyet, hogy hol legyen a legjobb, és akkor több helyre felvételiztem. Az összes helyen fölvettek tulajdonképpen, de a legértékesebb zsákmány a ciszterek voltak. A ciszterci rend működtetett egy gimnáziumot. Ez ott volt a Szent Imre Herceg, a Hilányi úton mai nevén, és ott van mellette az iskola mellett áll egy templom is. És oda vettek föl, és hát jellemző volt arra, hogy milyen kevés tanárunk volt, paptanár, de papok oktattak, és milyen túljelentkezés volt, hogy egy olyan osztályban jártam, ahol 80-an voltunk egy osztályban. De nagyon ügyes, nagyon rendes, jó emberek voltak a tanárok. Egy év után megszűnt a ciszterek, mint olyan rendet feloszlatták, az összes rendet feloszlatták, kivéve a piaristákon. És megszűnt a ciszterek, emiatt megszűnt az egyházi oktatás is, úgyhogy én akkor átmentem az első év után Rákóczi gimnáziumba, az volt a Keleti Károly utcában. És a következő három évben már az 50-es évek eleje volt, és akkor az egy olyan bizonytalan
időszak volt, hogy apám úgy gondolta, és nagyon bölcsen úgy gondolta, hogy itt kell valami olyan szakma a kezemben, ami biztos megélhetést ad. És ezért nem felső gimnáziumi osztályba jártam, illetve iratkoztam be, hanem technikumban. Így jutottam el a Kandó Kálmán villamosipari technikumban. A Kandóban végül is akkor valamilyen olyan szakmai képzést kapott, ami természetessé tette, ugye Műszaki Egyetemre jelentkezett utána a villamoskarra? Igen, mert ezzel volt kapcsolatban az a tevékenységünk. Ha jól tudom, akkor az első munkahelye az a KFK-i Mérés és Számítástechnikai Kutatóintézete volt. Hogy Igen. került oda? A KFK-ban is volt átfelvételi, ahol különböző kérdésekre kellett válaszolni, és hát itt felvettek, és talán annyi még érdekes lehet, hogy itt az volt a rendszer, az volt az eljárás, hogy hát ugye ez egy fizikai kutató volt, és a fizikának a különböző területei, atomfizika, meg reaktorok, meg ami ezzel összefügg, különböző területeiről nekünk kellett bizonyos ismereteket elsajátítani. Hát ha már ott vagyunk, akkor azért hát tudjuk, hogy hol vagyunk. Ez a terület, amire kerültem, a későbbi önálló intézetnek az őse, ez olyan volt, hogy jól feküdt az egész KFK-i, annak idején meghatározó vezetés, ilyen országos vezetés előtt. És tulajdonképpen mi olyan dologhoz jutottunk hozzá, annak idején például gondolok arra, hogy alkatrész beszerzés. Hát annak idején iszonyatos probléma volt a devizaigényes alkatrészek beszerzés, mert különböző embargók sújtottak, és nem lehetett hozzájutni. És azért volt egy pár olyan ugye élelmes ember, aki ráállt el, és hát hatalmas felárral gondolom én, de mindent be tudtak szerezni. Ehhez viszont kellett megfelelő deviza fedezet, és ezt biztosították fölülről. Uh-huh. Hát a KFK olyan munkahely volt, amelyik nem volt korlátozva lényegében abban, hogy mostan az alkatrész, amit betervezel valamibe, valami berendezésbe, az deviza fedezetet kíván, vagy nem. Tehát megadták a pénzt rá. Tehát ez annyit jelentett, hogy korszerű alkatrész bázissal tudtunk dolgozni. És akkor, amikor már túllépett, vagy túlesett ezen a KFK megismerésén, akkor mi volt az első feladat a munkahelyek? Hát az úgy kezdődött, hogy úgynevezett analizátorokat csináltunk. Az analizátor az olyan volt, hogy különböző sugárzó anyagokat vizsgáltak, és a sugárzó anyagnak a energiaspektrumát rajzolták föl. És az első 128 csatornás analizátor az egy csöves, elektroncsöves analizátor volt, amiből aztán mi csináltunk tranzisztor alapon, már sokkal kisebb méretű, sokkal több csatornaszámmal, nagyobb csatornaszámmal bíró készülékeket, és ezek voltak a sok csatornás analizátorok. Most ezekben a 256 és 512 csatornás analizátorokban én a tároló részleggel foglalkoztam, azok ilyen ferítgyűrűs tárolók uh-huh. voltak. És akkor utána ezek gyártásra kerültek, vagy? Igen. Egyrészt a KFK-n belül, másrészt az IMG-nek eladtuk a licencet, uh-huh. és az IMG gyártott ebből sorozatban analizátorokat. Mikor és hol találkozott először számítógéppel? Milyen találkozás volt ez? Viszonylag hamar már, mint az én életemben viszonylag hamar, ugye a 65-ös évtől kezdve, én 60-ban kerültem a KFK-ba, volt egy úttörő jellegű számítógép, az amerikai Digital Equipment Corporation-nek a PDP-8 számítógépe. A PDP-8 az azért volt unikum, mert egyrészt hát ő egy viszonylag kicsi szerkezet volt, és hát annak idején még integrált áramkörök sem voltak, hanem tranzisztorokkal váltották ki az elektroncsöveket. Most ebből is azért már egy viszonylag
hát nagy termi szekrény lett, de ez még kibírható volt. Na mostan két dolog volt érdekes a KFK-nak ebből a PDP-8-ból, hogy ez egy viszonylag hamar elterjedt géptípus volt, tehát sok helyen felderült, alkalmazták. A fizikai mérésekhez nagyon jól lehetett használni. Másrészt a DEC, ez a Digital Equipment Corporation, ez segíteni akarta az alkalmazást. És ezért megjelentette a úgynevezett Small Computer Handbookját. És ezt a handbookot nem védték egyáltalán, ezt hagyták, hogy hagy terjedjen minél több helyen tudják használni. Ez megkönnyítette az olyan hardverek kidolgozását, amely hardverek alkalmasak voltak arra, hogy a PDP-8-as szoftvert végrehajtsák. Ezt csináltuk még az első TPA-nál. Az 1960-as évek elején volt az, hogy Iványi Gyula, Lukács József és ön is elkezdtek foglalkozni a KFK-ban a PDP-8-al, és ennek alapján egy új fejlesztéssel. Igazából most említette, hogy itt a kézikönyvre tudtak támaszkodni. Ön ebből a közös fejlesztésből milyen részt vállalt? Mi az, ami az ön nevéhez köthető ebből? Hát én elég sok mindent vállaltam, és tulajdonképpen sikerült is. Tranzisztoros alapon működött a TPA az első. Azt kellett csinálni, hogy összerakni kellett olyan államköröket, definiálni kellett olyan államköröket, amelyet aztán sok helyen lehetett alkalmazni. Ezek az államkörök tranzisztorral épültek föl különböző teljesítményű. Azt még érdemes tudni, hogy japán tranzisztorokkal dolgoztunk. Azért dolgoztunk japán tranzisztorokkal, mert azok viszonylag jól használhatók voltak, megbízhatóak voltak. És igen. Hadd kérdezem meg, de hogy jutottak japán tranzisztorokhoz? Támogatták a KFK-nak azokat az erőfeszítéseit, amelyek korszerű alkatrészeket akartak beszerezni. Akkor nem volt gátja a szocializmus, nem tudom, emborgó és egyéb korlátainak az ismerete? De volt gátja, de ezt feketén megoldották, igen. Értem. Na most visszatérve arra, hogy én mit csináltam a PPA-ban, én két dolgot csináltam. Egyrészt egy alapkártya készletet hoztam létre, alap áramkörökből, tranzisztoros áramkörökből, de benne voltak különböző kapuk, különböző teljesítményű kapuk, különböző bistavium multivibrátorok. Ezek kellenek ahhoz, hogy egy logikai szerkezetet működésbe hozzon az ember, és hát ezeket az áramköröket definiáltan rátettem bizonyos csoportosításban kártyákra, de kártyaméretet is kellett definiálni, és akkor itt tudom, elneveztem különböző szimbólumokkal, mint például emlékszem arra, hogy volt olyan, hogy 6TK, az annyit jelent, hogy 6 darab teljesítmény kapu volt egy kártyán. Na most ehhez kellett kiadni annak idején egy kártyakönyvet, amely benne volt az, hogy milyen típusú kártyák léteznek, amiből össze lehet rakni a komputert. Másrészt pedig ezeket a komputereket, ezeket a kártyákat hát össze kellett tudni fogni és használni és abból csinálni, definiálni, megtervezni az áramköröket, magukat. Most ezért volt óriási jelentőségi a PDP-8, amely hát tulajdonképpen gőzerővel dolgoztak a szoftver kifejlesztésen, és nagyon sok helyen elkezdték használni is a PDP-8-at, és igazából ezzel a szoftverrel nekünk nem kellett törődni. Ezt a szoftvert gyakorlatilag át tudtuk szippantani. Tehát mi támaszkodtunk ezekre a szoftverekre, és ez egy óriási dolog, mert egy ilyen komputert, ha valaki csinál, akkor rendben van, hogy azt meg kell csinálni a hardvert. A hardvert abszolút nem dokumentálták, nem adták ki az amerikaiak. Tehát azt úgy kellett megtervezni, azt a hardvert, ami képes volt az amerikaiak által definiált alapszoftvert végrehajtani. És ezt sikerült igazából megcsinálni. Olyan módon, hogy az eredeti tesztprogramhoz is hozzáfértünk,
ez nem akarom itt reklámozni a Gyuszinak meg a, nekem a tevékenységünk, de mi hoztuk haza egy dániai kutatóintézetből, ahol szerepelt egy PDP-8. A tesztprogram volt, ami eldöntötte azt, hogy ez a szerkezet, ez a hardware, amit csináltunk, az kompatibilis-e az eredetivel. De ez kellett ahhoz, hogy később a szoftver végrehajtásában ne legyen probléma. És ezt sikerült úgy megcsinálni, hogy ne legyen probléma. Az öreg TPA az első, az egy szekrény volt, aminek az egyik felében tápegység és periféria vezérlők voltak, de egy periféria vezérlőt, mondjuk egy ukszalagolvasó vezérlőt, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen fiók, egy ilyen láda. Mert hát annak idején a tranzisztorok ezt tették lehetővé. És maga a komputer, a számítógép, az meg sok-sok kártyával állt. És ennek is volt felígyűlős tárolója. Hát ebben ennyi volt az én részem, hogy egyrészt az államkörkészletet meghatároztam, másrészt a konstrukciót is. Körülbelül mekkora csapat dolgozott itt az első TPA-n? Hát igazából nem nagy csapat, hanem mit tudom én, egy olyan 10-20 uh-huh. ember. Uh-huh. És akkor ezek rakták össze a dolgot, és hát aztán egyre többen használták. Utótűzszerűen terjedt el. Említette, hogy a TPA előtt az analizátorok fejlesztésével foglalkoztak. 1965-ben akadémiai aranyérmet kapott Nárai Zsolttal, aki akkor az igazgatóhelyettes volt, Sándori Mihállyal, Báránszki Jobb Imrével, Lukács Józseffel és Iványi Gyulával a tranzisztoros analizátor család kifejlesztésében végzett tudományos tevékenységét. Akadémiai díj első fokozata. Nagyon fiatalok voltak akkor. Igen. Hogy élték ezt meg? Ez tulajdonképpen egy ilyen... Hát, én nem is tudom, mi igazából nem is fogtuk föl, hogy ez milyen nagy dolog volt, hogy minket ezért kitüntettek, hanem mi hajtottunk az újabb és újabb feladatra. Tehát az, hogy ez a gépezet, amit csináltunk, ez ilyen ügyes volt, és hát tulajdonképpen műszakilag, szakmailag ez egy értékelendő, szép teljesítmény volt, de mi nem ezzel törődtünk, hanem azzal törődtünk, hogy mi az, ami legközelebb csinálunk, és miből lehet még jobbat csinálni, mint amit eddig tettünk. Az első TPA kifejlesztése után mi motiválta azt, hogy újabb és újabb változatok készültek? Hát azt kétféle dolog motiválta, illetve hát indokolta, hogy közben hatalmasat fejlődött a tranzisztorgyártás, megjelentek az integrált áramkörök, és hát látszott, hogy ezeknek az integrált áramköröknek az alkalmazásával ez az egész nagy szekrény, az mit tudom én, ilyen dobozba berakható volt, és hát ezt meg is kellett csinálni, mert hát nyilván közben megjelent a PDP-8/I, az volt az integrált áramkörös változat. Hát annak idején most még egy szempont volt a számítógépeknél, egyrészt a technológia fejlődése, amelyik méretileg összezsugorította. Egyrészt, másrészt a számítógép fejlesztés, a mini számítógép fejlesztés is elindult a szósz növelésével. Mi még a PDP-11 megjelenése előtt, tehát ez egy nagy dolog volt, hogy rájöttünk mi is erre, hogy ezt érdemes csinálni, ezt a szósz növelést, és ezért jött ki a TPA 70 tulajdonképpen. Na most a TPA 70 az úgy jött ki, hogy mi azt hittük, hogy képesek leszünk önállóan szupportálni ezt a új számítógépet. Ez annyit jelent, hogy lemondtunk az amerikai szoftver másolásáról, lemondtunk arról, hogy kompatibilisek legyünk bármilyen létező számítógép típussal. Hát most ez lehet, hogy egy beképzelés volt, és nem volt okos, de mindenesetre megpróbáltuk, és eszméletlen energiát fektettünk a dokumentálásba. Átértünk az öreg TPA-ban alkalmazott egyedi kártya méretekről,
áttértünk a nagy, erős nemzetközi szabványra, a 19 szolos REC rendszerre. Hát gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy fejlődött a technika. A technika fejlődését muszáj volt követni, mert különben lemaradunk kész. Hogyan szerezték be ezt a változott tudást? Hogyan szerezték be a tervezéshez, gyártáshoz szükséges alkatrészeket? Mennyire tudtak utazni, tájékozódni? Tulajdonképpen itt utazni tudtunk, mert ahova el akartunk menni, oda elmentünk. Hogy élték azt meg, amikor azt tapasztalták, hogy az újabb és újabb verziókat figyelembe véve széles körbe alkalmazzák a legkülönbözőbb helyeken? Tehát ezek már nem ilyen, fatfogalmazom, így, hogy nem fejlesztés volt, hanem ténylegesen alkalmazásra kerültek ezek a gépek. Hát a helyzet az, hogy mint mondtam, ez volt az idő, amikor ugrásszerűen, rohamosan fejlődött a technológia. Egyrészt, másrészt megjelent a PDP-11. Igazából rettenetes nagy lett a konkurencia, a TP-70 konkurenciája. Most a TP-70-ből kb. A 80-as darabszám készült el. Ez egyrészt a KFK-ban, másrészt aztán a Bilatiban. Szóval sok helyen gyártották, de hát nagyon komoly feladat volt. Még azért hadd mutassam meg közben ezt. Ez volt például a dokumentációja a central processzornak, illetve ebben vannak az alkat elemeinek a leírásai, de hát ez csak a leírás. A dokumentáció az itt van, azt is hadd megmutatom, jó? Ez például egy jellemző darab a TP-70 dokumentációjából. Itt maga a dokumentáció, tehát ebben a kapcsolási rajzok, jellisták. Itt van például a kapcsolási rajz. Ez tényleg teljes dokumentáció, tehát ez az utángyártatóságot is lehetővé tette. Tehát viszonylag hamar rájött a cég, hogy hát szép-szép, amit mi csináltunk, mert tényleg azért az alapszoftvereket tekintve is, meg a hardware dokumentációt tekintve is, eléggé kistafíroztuk a vevőket, hogy ez kevés. És azért kevés, mert vannak már olyan gépezetek, amiket meg lehet venni, és amik elterjedtek a világban, és inkább az lenne az érdeke a KFK-nak, hogy olyan hardware-eket gyártson, amelyik ezeket a hozzáférhető szoftvereket végrehajtani tudják. És hát így indult el a PDP-11 klónoknak a sorozata, és így indult aztán még később ezen az alapon hát elinduló kifejlesztett, de még mindig az eredeti szoftverhez tartott magát tartó további számítógépeknek a kidolgozása. Tehát ebből az következett, hogy itt ért véget a TP-70 program. Mielőtt elköszönnénk a TPA-któl, még hadd említsem meg, hogy 1973-ban állami díjban részesültek ön, Lukács József, Sándori Mihály, Bánki Ferenc, Binder Gyula, Iványi Gyula a TPA létrehozásáért. Akkor ezt hogyan érték meg, mert azért ez egy nagy elismerés volt, se volt a munkájuknak? Hát ez egy komoly dolog volt, és tulajdonképpen nagy dicsőség volt. Ha jól emlékszem, én voltam a legfiatalabb. A TPA 70 követően még két TPA típus, a TPA 110 és a TPA 11/520-as fejlesztésére is sor került, amelynek a fejlesztését szintén ön vezette. Ezekről pár szót. Mibe különböztek? Milyen alkalmazások volt? Igen. Az egyik a mikro PDP-nek a hazai megfelelője, a másik pedig a mikro VAX-nak a hazai megfelelője. Ez mind a kettő a DEC-nek a két típusa, egyik 16, másik 32 bites. A 16 bites az a úgynevezett kóbuszra épül, az is egy az egyben DEC. A másik az a VAX-nak a nagy gépe a DEC-nek.
annak a szoftverére, meg hát konstrukciójára is épül. Ezek tulajdonképpen a normális technológiai fejlődésnek a termékei. A KFK-ban a VAX programot azt továbbfejlesztették okosan, jó emberek voltak, akik a VAX-nak a tulajdonság. A VAX az egy hatalmas nagy szekrény volt, a 32 bites. Először SSI-vel, aztán jöttek a különböző integráltságok, és egy Matakovics nevű úr, meg egy Somogyi József nevű úr, az egyik a hardware, másik a szoftver oldaláról volt felelős ezekért a fejlesztésekért. Nekünk már semmi közünk nem volt, csak hát ilyen osztályvezető voltam a mikroszámítógép osztályon, és alattam csináltak egy páran ezt a hardware, egy kis tafírozás tevékenységet. Igen, bevallom, én mostanáig is egy kicsit csodálkozva hallgattam, és azt próbáltam elképzelni, hogy hogyan tájékozottak. Tehát, hogy a legkorszerűbb technológiákról hogyan szereztek tudomást? Hát egyrészt ezeket nagyban hirdették a gyártók, az előállítók, ezek között főleg a DEC szerepelt, és hát aztán később ugye nagyban hirdették, az azt jelentette, hogy tudományos cikket írtak róla? Vagy hol hirdették nagyban? Nem. Hát az eladást támogató helyeken. Tehát egyszerűen kvázi meghirdették az újabb és újabb komputereket, amelyek egyre nagyobb és nagyobb integráltsági fokkal rendelkeztek. Na mostan közben haladt előre a politikai tisztánlátás is. Emiatt tehát ugye az embargót egyre inkább elterölték, és megjelent a DEC Magyarországon. És a DEC-nek tulajdonképpen érdeke volt a DEC-nek, hogy nem is volt mérges a DEC miatt, a tevékenység miatt. Ő egyszerűen szépen magához vonzotta az eddigi itteni DEC kompatibilis eredményeket, alkalmazókat. És hát így került ugye a KFK-i számítástechnika RT is közös DEC számalk KFK-i vállalkozásba. És aztán később ugye hát elérte a DEC-et is az egybeolvadás réme, mert a DEC-et megvásárolta a Compaq, ha jól emlékszem, és a Compaqot meg bekapta a Hewlett-Packard. Úgyhogy hát ez egy ilyen szakma. 2003-ban, amikor Lugász József megírta a TPA története című szakkönyvet, akkor ebben jelentős szerepet vállalt, szövegeket írt, a fotók jelentős része öntől származik, aztán még a lektorálásban is részt vett. Miért tartotta ezt, vagy fontosnak, vagy milyen munka volt ez? Én egy nagyon jó összeállított könyvnek tartom, és megérdemelte a KFK-t ezt a könyvet, mert ha valaki ezt úgy figyelmesen végigolvassa, végigköveti a fényképeket is, meg a leírásokat is, meg alkalmazásokról sok van. Ugye hát ügyviteli, ipari alkalmazás, mérési és ilyen, tehát adatgyűjtő, mérési adatgyűjtő alkalmazások, kamak szisztemről nagyon sok minden értékes dolog van, és szépen megemlítve az egyes kutatóknak a neveit is. Úgyhogy én ezt méltó hát összegző kiadványnak tartom. Ez sok munka mellett. Mi jelenti önnek a kikapcsolódást, a feltöltődést? Hát, ez nehéz megmondani. Igazából az egyetem éveim alatt én nekem volt egy zenekarom. No. És én zongoráztam. De hát nagyon rég volt, úgyhogy már nagyon régóta nem csinálom. De annak idején jó volt, és sok helyen játszottunk, mindenféle vállalati rendezvényeken. KFK-nak is volt vállalati rendezvény, ahol mi játszottunk. Ez egy kicsit ciki volt, de hát annak idején csináltuk. Miért a ciki? Hát nem tudom én az ember. Akkor időm, de az ember még azt mondja, azt hiszi, hogy a komoly tudományhoz ez nem egy illő, vagy méltó tevékenység. De hát aztán későbbiekben, meg hát nem tudom, én tulajdonképpen akkor aztán belekerültem ebbe a komolyabb munkafolyamatba, vagy sorozatba,
És hát azzal, hogy el is voltam, mert már végig ki voltam tömve akkor. Akkor azért végül így mégis hadd kérdezzem meg öntől, hogy hogy látja, hogy nem tudom pontosan megfogalmazni, ezek a számítógépek, a számítástechnika fejlődése, ennek elsősorban a konstrukció technikai megoldásai, azok milyen irányba fejlődhetnek még? Hát, hogy őszinte legyek, ezt nem tudom megmondani. De az az érzésem, hogy éppen az előbb elmondottak alapján rendkívüli módon a megnövekedett egyedi funkciókkal rendelkeznek már a berendezések, amelyek viszont hát ügyesen összehozható. Én most a mesterséges intelligenciában nagyon sok fantáziát látok. Tehát tényleg olyan dolgokat tudnak csinálni, ami elképesztő. Mire gondolás? A vezetők nélküli autókban óriási lehetőséget látok. Ebből biztos, hogy lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is örültem.